Most beállt Popov Patrik, szerzi a gólt. Kitűnően mozdult be a védők mögé, de tegyük hozzá, egy nagyon jó ütemben passzolta a labdát Böde is. Hát nem sokat kellett Popovnak a pályán töltenie ahhoz, hogy gólt tudjon szerezni. 3 perc elteltével, hogy megkezdődött a második félidő, kilövi végül is a bal sarkot Popov. A gólpasszt Böde adta,